2017. május 1-e és 7-e között a Győri Atlétikai Klub ad otthont a Sixo Open 15 000 dollár összdíjazású női ITF tenisztornának. A tornára számos magyar versenyző is kvalifikálta magát, így 7 hazai játékossal rajtoltak a főtáblás küzdelmek. A magyar lányok közül a 4-szeres ITF tornagyőztes Udvardi Panna 2 szetben 6-1-7-6-ra legyőzte a 6. kiemelt cseh Kolodzia Jovát, míg Zádori Réka, Argyelán Csilla és Horváth Adrien is búcsúzott, miután vereséget szenvedtek az első körben. A szerdai játéknapon a fekete trikóban látható tavalyi döntős Nagy Mihály Luca az 5. kiemelt ukrán Anastasia Soshina ellen lépett pályára. Az edzőváltás előtt álló magyar teniszező végig kézben tartotta a mérkőzést, nagyszerűen játszott és végül 2 szetben 6-0-6-3-ra nyert. Tavaly is döntöztem, és most védeni kell, de szerencsére eddig jól megy. A fehér felsőben játszó Nagy Adrien számára szintén a győzelem volt a cél a horvát Ana Biskic ellen. A találkozó azonban az első szett után 7-6-os állásnál eső miatt félbeszakadt. A második szettben aztán 4-4-nél ismét elerett az eső, a versenybíró pedig úgy döntött, a találkozót másnap fejezik be. A szerdaihoz hasonlóan borult időben kezdődött a csütörtöki játéknap is. A rózsaszínben játszó Nagy Adrien a tegnapi szoros csata után ezúttal is keményen küzdött, azonban tiebreak után 7-6-4-6-7-6-ra vereséget szenvedett. Hát volt nagyon sok lehetőségem, amiket sajnos nem sikerült kihasználnom. Ő neki ez jobban sikerült, úgyhogy hát remélem majd legközelebb sikerülni fog. A pirosban játszó Békefi Bianca is búcsúzott a tornától, miután 2 szetben 6-4-6-1-re kikapott az első kiemelt cseh Pantucsková ellen. Azzal semmi gond nem volt, hogy félbeszakították, inkább ugye a pályának a minősége, hogy ennyire felázott és lassú volt, ez nem nekem feküdt, nem az én játékomnak, hanem inkább a lánynak a defenzív játékához illet jobban. Délutánra a nap is kisütött, ez pedig meghozta az első magyar sikert a csütörtöki játéknapon. Nagy Mihály Luca rendkívül kiegyensúlyozott játékkal 2 szetben 6-2-6-2-re győzött a Nagy Adrit búcsúztató horvát Ana Biskic ellen. Nehéz meccs volt, szoros, hosszú pontok voltak, meg kellett küzdeni érte. És ő lesz az egyedüli hazai játékos a legjobb 8 között, hiszen a lilában látható Udvardi Panna kiélezett meccsen 3 szetben 6-1-2-6-7-5-re kikapott a cseh Horáczková ellen. Nagyon nehéz volt játszani ilyen lassú pályákon, hiszen ugye egy napig esett az eső, úgyhogy nagyon mélyek voltak a pályák, és nehéz volt befejezni a pontokat.